1836. április 28-án állította ki 5. Ferdinánd azt a kiváltságlevelet, amellyel Újfehértót a mezővárosok sorába emelték. 1886-ban azonban törvényi úton visszavonták a mezővárosi privilégiumokat, Újfehértójét is. A település a városi címet 1992. márciusában kapta meg újra az akkori köztársasági elnöktől Göncz Árpádtól. A szabolcsi település így szombaton ünnepelte 27 éves városi évfordulóját. Az ünnepség részeként a Zajti Ferenc Kulturális Központ aulájában megnyílt az újfehértói települési értéktár kiállítása is. Újfehértó, ugye, amiről a leghíresebb talán az a megy, az újfehértói fürtös megy, amely nem csak a megyei értéktárban szerepel, hanem most már a magyar értékek között is ott van, és ugye hát a pálinka is, az újfehértói fürtös megy pálinka, megyből készülő pálinka is ott van, amely pedig kiemelt nemzeti érték, ugye eredetvédett pálinkáról beszélünk, de emellett természetvédelmi értékek is szerepelnek a megyei értéktárban, például az újfehértói szikes, vagy a hagyományőrző tevékenységet, ha nézzük, akkor a keleti gyepűnek a hagyományőrző munkássága. A kulturális központban az is kiderül, hogy a falura vonatkozó első írásos bizonyíték 1608-ból való, ami Újfehértó néven tünteti fel a szerveződő települést. Az első vonat pedig 1858 nyarán futott be, Pest-Szolnok-Debrecen felől a városba. Az elmúlt 27 évben jelentős mértékben fejlődött a település. Először a telefonhálózat épült ki, aztán nyitottak az iparosodás felé, infrastruktúrális beruházások indultak, jelenleg már a szennyvíz csatorna hálózat is 95%-os a városban. Az intézmények felújítása mellett színesedett is az oktatás. Van görögkatolikus általános iskola, óvoda és bölcsőde, valamint református óvoda és általános iskola is Újfehértón. De a tankerület fenntartásában is működnek intézmények. Ami rendkívül öröm számomra, hogy azért nem volt látványos gyermeklétszámcsökkenés nálunk, tehát 13 óvodai csoport megyen, 4 önkormányzati fenntartásban lévő bölcsőde, így csoport működik. Most van benyújtva egy pályázat, szeretnénk egy újabb bölcsődei csoportot elindítani, hiszen ilyen igény van rá, amellett, hogy a görögkatolikus egyháznak is működik a bölcsődéje. Újfehértón olyan térségi központot alakítottak ki, amely példát ad a közösségek fejlesztése tekintetében. Ezt Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte beszédében. A beruházások kétharmadát az Európai Unió forrásaiból finanszírozták az elmúlt 5 évben, a közeljövőben pedig új piacot alakíthatnak ki, 400 millió forintból pedig belterületi kerékpárút épül majd a városban. Az elmúlt 5 esztendő kiemelten fontos Újfehértó történetében, én így gondolom, mert hogy olyan régen elmaradt beruházásokat sikerült pótolni, mint a szennyvízhálózat kiépítése teljes mértékben, vagy a település a város főutcájának a rendbetétele, ami egy 30 éves probléma volt, de az Elkel Ferenc iskolának a felújítása az is évtizedek óta probléma volt a településen, és ilyen formán én úgy gondolom, hogy az a 26 fejlesztési program, ami az elmúlt 5 év alatt indult a településen 12 milliárd forint értékben, az kézzel látható nyomot hagyott a településen és annak környékén. Az elmúlt években 6 újfehértói termékdíjat osztottak ki a településen, a vasárnapi ünnepségen pedig 3 új védjegyet adtak át. Így pirított napraforgómag, cserépkályha és kézisújzók is kerültek a felsorolásba. Védjegyet csak azok a termékek kaphatnak, amelyek helyben termelt alapanyagokból készülnek, és minőségi garanciát jelentenek a városlakóknak és a szolgáltatást igénybe vevőknek egyaránt.